A kitanyája ez a nyárfás sorozat idei vetélkedőinek a végéhez értünk. A Halló TV családi magazin gála műsorában kihirdették a zsűritagok és a nézők szavazatai alapján kiválasztott győzteseket. A nézők szerint Hornyák nagyapó tanyája lett az első az egyenlők között, méghozzá 298-an szavaztak rá. Mindig szép dolog és jó érzés győztesnek lenni. Esetünkben ez kemény munkánk elismerését is jelenti, továbbá azt, hogy kezdeményezésünk igazolt és eredményes, sőt másoknak is tetszik, tehát nem hiába dolgoztunk. A zsűritagok értékelése szerint az Oromparti Gulyástanya érdemelte ki az első helyet 4,75-ös átlagosztályzattal. Felemelő érzés volt a munkáink gyümölcsét úgymond lealatni. Nem számítottunk erre a nyereményre, vagy erre a helyezésre, de hát úgy néz ki, hogy megérte dolgoznunk. Mind a tanyák, mind a vajdasági turizmus szempontjából nagyszerű dolog. A vajdasági tévé folytatja majd mindazoknak a szállásoknak, tanyáknak és tulajdonosaiknak a népszerűsítését, akik hajlandóak befektetni az idegenforgalomba, hiszen így módon mindenek előtt vajdasági hagyományokat ápolnak. Nagy örömömre szolgált, hogy 9 gyönyörű vajdasági szállást mutathattunk be a 2011-es év folyamán, amelyeknek mindegyiknek megvan a maga vonzereje, a romantikus szépsége, és olyan dolgos emberek művelik ott a földet, és űzik ezt a gazdasági ágat, hogy előttük csak kalapot tudunk emelni, és örülök, hogy ilyen szépen meg tudtuk örökíteni, és önöknek be is mutatni ezeket a szállásokat. A kitanyája ez a nyárfás sorozatot a Vajdasági Televízió mindkét csatornáján sugározta, magyar és szerb nyelven egyaránt. Ez a gyakorlat érvényesül majd a következő esztendőben is, amikor újabb 9 tetszetős tanyát a nézőknek a Halló TV stábja.